Jó estét kívánok, köszöntöm Önöket! Augusztus 26-a csütörtök van, ezek a Győr Plusz Televízió legfrissebb hírei. A polgármester megígérte, minden győri 20 év alatti fiatal ingyen kaphat egy Győr 750-es pénzérmét. Az első éremosztást csütörtökön tartották az Olimpiai Sportparkban. Nyárvégi nagy takarítás lesz szombaton Győr-Szabadhegyen. Az akció során reggel 8 és 16 óra között bárki díjmentesen megszabadulhat feleslegessé vált lomjaitól. Szeptembertől Győrben is elindulnak a Matthias Corvinus Kollégium képzései. A junior képzésre augusztus 29-éig, a fiatal tehetség programra augusztus 30-áig lehet még jelentkezni. Ahogy a polgármester megígérte, minden 20 év alatti győri fiatal ingyen kap egy Győr 750-es pénzérmét. Ahogy arról korábban beszámoltunk, a Magyar Nemzeti Bank a jubileumi év alkalmából 750 forintos pénzérmét bocsátott ki. Ebből kaphatnak egyet-egyet azok a helyi fiatalok, akik regisztrálnak. Az ünnepi érmét azok igényelhetik, akik 2000. december 31-e után születtek, és állandó győri lakhellyel rendelkeznek. Az igényelt érméket összesen 29 alkalommal osztják az Olimpiai Sportparkban. Az első 750-es pénzérmék csütörtök délután találtak gazdára. A programról a Győr Plusz Rádió élőben tudósított. Rendezett sorokban türelmesen várakoztak a 750-es pénzérmekért azok a fiatalok, akik regisztráltak és jelentkeztek az éremosztás első napjára. A különleges pénzt csütörtökön délután 1 órától lehetett átvenni az Olimpiai Sportparkban. Ez egy hivatalos Nemzeti Bank által kiadott fizetőeszköz Magyarországon. Megvásároltunk belőle annyit, hogy a 20 éves és az annál fiatalabbaknak, akik még ebben az évben születnek, egyet át tudunk adni ajándékba. Ami azért nagyon fontos dolog, mert úgy gondolom, hogy a jövő generációja az, amelyik tovább fogja építeni a várost. Mi már nekik építjük ezt a várost, és nagyon fontos az, hogy egy olyan pénzérme, ami valójában unikális az egész világon, az legyen a tulajdonában minden győri gyereknek, és hogyha akár elszármazik Győrből, akár Győrben van, akkor mindig, ha erre pillant, akkor eszébe jut az, hogy a szülővárosa, illetve az a város, ahol felnőtt, az az igazi otthona, és egyfajta összetartozás élményt ad, és ezt összetartozást erősíti a győri fiatalok körében. Közel 30 ezeren kapják meg a pénzérméket személyesen a város vezetőitől. Dr. Dézsi Csaba András polgármester mellett Dr. Pergre ez a alpolgármesterrel lehetett közös fotókat készíteni. 29 alkalommal osztjuk ki ezeket az érmeket, körülbelül 1000 gyereknek, 1000 fiatalnak adjuk ki ezt egy-egy alkalommal. Én is egy alpolgármestertársam minden esetben, és mindenkiről készül egy-egy fénykép, és ez azért készül, mert nem akarjuk ezeket felhasználni semmire. Egyébként ez a gyerekeknek készül emléknek, mert azért mégis egy történelmi pillanat Győr városában, és az emlék ez, ahogy telik az idő, ez mindig egyre értékesebb emlékképé válik majd az ő gyűjteményük. És ilyen is volt a Facebookon, ugye rengeteg, vagy a digitális térben rengeteg kommunikáció alakult ki ezzel kapcsolatban, és volt olyan szülő, aki azt mondta, hogy hát nekem van 3 gyerekem, felajánlok 2-t. Nem helyes, hogyha a szülő felajánlja, majd a gyerek eldönti, hogy mi legyen ez az érmével, ezt a gyerekek kapják. A rendezvényen azért, hogy ne legyen torlódás és túl nagy tömeg, órás lebontásban érkeztek a regisztrált gyerekek, akik szülőkkel jöttek. Ez egy nagyon szép emlék így szerintem a város részéről, meg hát a gyerekeknek is felnőttként majd ez egy jó kis mese lesz, amikor a saját gyerekeiknek elmondhatják. Kislány mekkora? 4,5 éves. Bemutatkozol? Igen. Hogy hívnak, mondd el? Vasáros Léza Katalin. És mit kaptál most? Mutasd meg, mit kaptál. Tetszik? Igen. A Győr Plusz újságon keresztül értesültünk erről a Győr 750 érméről, és igazából rögtön azonnal regisztráltunk is erre az egészre, hiszen ez egy nagyon különleges dolog, hogy ilyen érmét tudnak csinálni. Hogy tetszik az érem? Igen. Megnéztétek már? Vagy? Hát most kaptuk készhez ebben a pillanatban, de tényleg nagyon tetszik a csomagolás is minden, úgyhogy ez az egész rendezvény nagyon. Bonyolult volt a regisztráció, a jelentkezés? Egyáltalán nem, nagyon egyszerűen tudtunk jelentkezni. A Győr Plusz Rádió helyszínről élő kívánságműsorral jelentkezett, és így lesz ez a következő hetekben is, amikor csütörtökönként 13-tól 18 óráig lehet majd átvenni a 750-es pénzérméket. A rendezvényen készített fotók a regisztrációs oldalról tölthetők le.
A 750-es jubileumi rendezvénysorozat részeként Győrbe jön Gojko Mitics, a legendás szerb származású színész, aki az 1970-es, 80-as évek NDK-s gyártású indián filmjeinek főszereplője volt. Gojko Mitics pénteken érkezik a városba, délután 15 órától a Széchenyi téren közönség találkozón lehet vele fotózkodni, a téren a legendás Henry Karabé is megjelenik majd. Másnap augusztus 28-án az egyik országos rádiónak ad interjút élőben a szerb indián a Széchenyi térről, majd 10:30-tól újabb közönség találkozóra várják a Gojko Mitics rajongókat. Nyárvégi nagy takarítás lesz szombaton Győr-Szabadhegyen. Reggel 8 és 16 óra között bárki díjmentesen megszabadulhat feleslegessé vált lomjaitól a kihelyezett szelektív hulladékgyűjtő ponton. Erről Diligens Tibor és Hajszán Gyula önkormányzati képviselők számoltak be a Győr Plusznak. A képviselők kiemelték, a korábbi alkalmakkor nagy volt az érdeklődés a kezdeményezés iránt, ezért most arra kérnek mindenkit, éljenek az újabb lehetőséggel. Szombaton a Zöld utcában a buszfordulóban alakítják ki a hulladékgyűjtőpontot, ahova a veszélyes hulladékon kívül mindenféle lomot várnak. Kihelyezett szelektív hulladékgyűjtőpont Győr egyik városrészében még az elmúlt években. Amióta a GHG útjára indította a kezdeményezést, minden helyszínen nagy siker. Szombaton Szabadhegyen lesz lehetőség arra, hogy ingyen szabaduljanak meg az ott élők feleslegessé vált lomjaiktól. A hulladék kérdés egy globális probléma, mi ezt helyszinten próbáljuk megoldani, hogy a fogyasztói társadalmak velejárója, hogy rendkívül sok hulladék, alapvetően nyers anyag termelődik, és ennek a hatásos összegyűjtése egyrészt környezetvédelmi szempontból jelentős, másrészt nem mellékesen anyagi kérdés is. Tehát gazdasági szempontok is vezérelték az embert, ekkor, hogy ezt komolyan csinálja, végülis ha bemegyünk, mindenki megtapasztalhatja, hogy egy vásárlása során gyakorlatilag hulladékot is vásárol. Tehát most már minden csomagolva van, a rendkívül sok műszaki cikk, ami a háztartásokban megtalálható, azoknak a megsemmisítése, sajnos vagy hál' Istennek olyankor térünk, hogy nem örökösek már ezek a gépek, tehát elég sűrűn szorulnak cserére, és nyilvánvalóan ezeknek a hasznosítása, illetve a megfelelő kezelése a társadalmi érdek. A városrész másik képviselője szerint is nagy igény van a kihelyezett szelektív gyűjtésre, ezért arra számít, hogy sokan élnek a lehetőséggel. Úgy néz ki, hogy megint nagyon népszerű lesz. Sajnos tavaly kicsúsztunk belőle a Covid miatt, gyülekezési törvény, stb. Tehát nem lehetett megtartani, és hát az idén, az év második felében kaptunk időpontot. Nagyon sokan érdeklődnek, már van, aki szinte teherútokkal fog odaindulni, mert sok az olyan holmi lom, amit oda tudnak egyáltalán kivinni, kiskocsival, nagykocsival, amit nem lehet elvinni mondjuk az Ötház utcai lerakóba. Szabadhegyen viszonylag fegyelmezettek az ott élők, de azért sokszor gondot okoz a nem megfelelő helyen lerakott lom. Diligens Tibor úgy véli, a szombati akció komoly lehetőség a szabályos hulladék lerakásra. Vannak olyan helyszínek, amik azért alkalmasak arra, hogy ilyen zugszemét, meg illegális szemét, meg kiordás, hogy adódjon a területet övező földutak, meg erdős részeken azért megtalálható. Én azt mondom, hogy azért most egy kis odafigyeléssel, a szolgáltatónak a törődésével, odafigyelésével azért valami módon ez csillapodni látszik, ez a rendkívüli, korábban rendkívül rossznak minősíthető állapot, de hát sajnos ez azért sok esetben úgy tűnik, egy sziszi-fuszi munka, mert gyakorlatilag már eltakarítják, holnap újra képződik. Tehát itt azért végül is az ellenőrzés, ami az egyetlen olyan megoldás és a hatásos ellenőrzés, tehát az a fajta ellenőrzés, aminek van visszatartó ereje. Hajszán Gyula is bizakodó, a város és a városrész is jól halad afelé, hogy az ország legtisztább települése legyen, de szemléletváltozásra azért szükség lenne. Én nekem egy tapasztalatom, 1990 Németországba, Berlinbe, 92-be, hát akkor dohányoztam, és eldobtam a csikket az utcán, és utána jöttek, és az úriember fölvett, odahozta, és mondta, hogy elnézést kérek, elveszített valamit. Hát nagyjából fölvettem, eldobtam, nyilvánvaló. Ha ezt most valaki nálunk megcsinálna, lehet, hogy kapna egy jobbost, de végül is a hozzáállás az tökéletes lenne, és azt hiszem, hogy ha így egymásra odafigyelnénk, akkor tényleg a polgármester úrnak bejönne ez a legyünk a legtisztább város. Szombaton tehát reggel 8 és délután 16 óra között a Zöld utcai buszfordulónál várják a lomjaiktól megszabadulni szándékozókat, akiknek csak egy korábban kiadott győrkártyát, lakcímkártyát vagy egy hulladékdíj számlát kell magukkal vinniük.
Szeptemberben Győrben is indulnak a Matthias Corvinus Kollégium képzései, amelyek a térség legtehetségesebb fiataljainak nyújtanak egyedülálló lehetőséget képességeik továbbfejlesztésében. Heteken belül beindul a Fiatal Tehetség Program, a Középiskolás Program és a Junior Program is. Erről az MCC regionális képviselet vezetője számolt be a Győr Plusznak. Dr. Fekete Dávid kiemelte, az első és másodéves egyetemistáknak szóló junior programra augusztus 29-éig, míg az általános iskolás ötödikeseknek kiírt FIT programra 30-áig lehet még jelentkezni. Mondhatjuk azt, hogy a győri fiatal tehetségek otthona lesz. A győri Matthias Corvinus Kollégium nyílt napja még hetekkel ezelőtt a Káptalan dombon. Már akkor rengetegen voltak, óriási volt az érdeklődés az itt helyben induló képzésekre. Egyedülálló tehetséggondozást és fejlesztést ígér az MCC a különböző korosztályoknak, ahová az egész régióból várják a jelentkezőket. A regionális képviselet vezető arra hívta fel a figyelmet, hogy az egyetemisták augusztus 29-éig még jelentkezhetnek. Nagyon fontos célunk ebben a programban, hogy egy kreatív, nyitott gondolkodásmódú fiatalokat tudjunk majd innen kibocsátani, akik olyan tudással vértezik föl magukat, ami hasznukra lehet mind az oktatási, a tanulmányi évek során, mind pedig aztán a későbbi karrierútjuk során is. És azt gondolom, hogy nagyon fontos célkitűzés a programnak, hogy a vitakultúrát, az érvelés technikát, az önismeretet is tudja fejleszteni a fiatalok körében. És ami nem utolsó szempont az, hogy itt az egykori hotel konferencia épületében ingyenes kollégiumi szálláslehetőséget is biztosítunk ezeknek a fiataloknak. Én azt gondolom, hogy a junior képzés az egy egyedülálló lehetőség a most első vagy második évfolyamukat megkezdő széchenyis hallgatók számára. Őnekik még vasárnap estig van lehetőségük jelentkezni az mcc.hu weboldalon, a junior képzés fül alatt találják meg ezt a jelentkezési felületet, és hát várjuk őket sok szeretettel, ezt követően egy felvételi következik a jövő hét folyamán, és utána pedig a tanulmányi időszak is meg tud kezdődni. A Fiatal Tehetség Programra jelentkezőknek is van még egy kis idejük. Ide az 5. osztályt kezdő általános iskolások regisztrálhatnak augusztus 30-áig. A diákokat a cselekve tanulás elve alapján oktatják, és nagy hangsúlyt fektetnek a játékosságra, valamint az élmény pedagógiára is, mondta híradónknak a FIT program régióvezetője. A Matthias Corvinus Kollégium Fiatal Tehetség Programja az általános iskola felső tagozatos diákjainak szól. Idén is az 5. osztályosok között fogunk válogatni. A válogató az szeptember 11-én és 12-én lesz, és erre a válogatóra idén augusztus 30-áig lehet jelentkezni a www.fit.mcc.hu/jelentkezés weboldalon. A képzésünk az eltér a hagyományos iskolai képzésektől, inkább kiegészítjük az iskolai tanulmányokat, olyan területekkel foglalkozunk, mint például a robotika, természettudományos kísérletek, művészet és matematika kapcsolata, vagy például média és filmes ismeretek. Olyan diákokat várunk, akik nyitottak az új dolgokra, akik szeretnek csapatban dolgozni, és minél több dolgot magukba szeretnének szívni. A győri térség korábban is kiemelkedő tehetségképző régiónak számított, de az MCC képzései szeptembertől még nagyobb lehetőséget biztosítanak az átlagosnál jobb képességű gyerekek képességeinek továbbfejlesztésére. Három rászoruló család számára teszi könnyebbé az iskolakezdést a Győr és környéke motorosok baráti köre közhasznú egyesület. A szervezet két tagja csütörtökön a győri városházán adta át azt az utalványokból álló összesen 55.000 forint értékű csomagot, amit a motorosok különböző programjaik során befolyt összegekből vásároltak. A három Győr-Szent Iváni család kiválasztásában a városrész önkormányzati képviselője segítette az egyesületet. Adjátok nagy szeretettel. Nagyon szépen köszönjük. Széle Zoltán, az Arabona Eagles motoros klub titkára adja át a borítékokat. Csütörtökön délelőtt a győri városházán dr. Perge Elza alpolgármester irodájában tett látogatást három Győr-Szent Iváni család, akiknek a motorosok igyekeznek könnyebbé tenni az iskola kezdését. Igazából most már évek óta van olyan jótékony cél, amit támogatunk, ilyen az iskolakezdési támogatás, és most már hagyományt csinálunk gyakorlatilag belőle, vagy ilyen az értelmi sérülteknek a Mikulás ünnepsége, vagy állatkerti nap, vagy tehát sorolhat, vagy a gyerektáborosztatás. Úgyhogy úgy gondoltuk, hogy az idei év
attól függetlenül, hogy elég nehéz számunkra, mert hát itt a vírushelyzet miatt bevételünk nagyon nem volt, de a tartalékainkból még ezt tehát nem szerettük volna kihagyni. Aztán reméljük, hogy jövő héten a motoros találkozó úgy valósul meg, ahogy szeretnénk, és akkor tovább tudunk menni ezen az úton gyakorlatilag. Ugyanis a motoros klub egyetlen bevételi forrása a jövő héten rendezendő győrújbaráti motoros találkozó, az itt befolyt összeget fordítják rendszerint jótékony célokra. Tavaly a vírus miatt elmaradt a rendezvény, ezért kellett most a tartalékokhoz nyúlnia az egyesületnek. A többgyermekes családok 55 ezer forintnyi vásárlási utalványt kaptak, melyekből olyan eszközöket, ruhát és élelmet vehetnek, melyek egyszerűbbé teszik a tanévkezdést számukra. Azért Győr-Szent Iváni családokra esett a választás, mert az egyesület Szent Iváni és a tagok nagy része is itt él, vagy kötődik ehhez a település részhez. Győr és környéke motoros klub keresett meg, és ők mondták, hogy ahogy korábban is volt a karitatív tevékenység, most az iskola kezdésben szeretnének támogatóként segíteni olyan családoknak, akik esetleg erre rászorultak lennének. És kérték, hogy Győr-Szent Ivánról három ilyen családot keressünk, akik örömmel fogadnák ezt az iskolakezdési támogatást. Ebbe egy kicsit belevontam a két iskolának a vezetőjét is, meg hát ugye a helyi civil szervezetet is, és így a három gyereket, három család került támogatásra, mindenhol több gyerekről van szó, tehát mondhatnánk azt, hogy van benne nagy családos is, és így kerültek ők kiválasztásra. A kiválasztott családok láthatóan nagyon örültek a támogatásnak, és egyetértettek abban, hogy számukra valóban nagy segítség ez az 55 ezer forintnyi adomány, melyeket utalvány formában a leghasznosabb tanévkezdéshez szükséges dolgokra tudnak fordítani. Már 15 éve eredményes a Hatos és Társa Nyelviskola és a Euroexam Nyelvvizsgaközpont együttműködése, amit szerdán ünnepeltek meg a partnerek, az iskolaigazgatók és a pedagógusok. A rendezvényen Rozgonyi Zoltán, a Euroexam Nyelvvizsgaközpont vezetője és a Nyelvtudásért Egyesület elnöke elmondta, a Győri Nyelviskola az egyik legeredményesebb intézmény Magyarországon. Az ünnepségen és az azt követő előadáson elhangzott, a diákok felismerték, szükségük van az idegen nyelvtudásra. Pozitív, segítőkész, bajtársias volt a légkör. Rozgonyi Zoltán, a Euroexam nyelvvizsgaközpont vezetője és a Nyelvtudásért Egyesület elnöke tartott előadást többek között nyelvtanároknak és intézményvezetőknek. A Hatos és Társa Nyelviskola 15 éves tapasztalatunk alapján mondhatom az ország egyik legjobb nyelviskolája, legsikeresebb, legeredményesebb nyelviskolája. Minden évben van lehetőség a tanárokkal találkozni, ez nagyon fontos számunkra. Nem elég hatékony az iskolai nyelvoktatás eredményessége, mert a pedagógusok alul motiváltak. Ugyanakkor a diákok egyre jobban átérzik a nyelvtudás fontosságát. Én egyértelműen látok javulást. Ha más nem, az a kutatás, amit 2018-ban végeztek, és több mint 10 év után az első nagy létszámú reprezentatív kutatás volt, az például megmutatta azt, hogy a diákok számára egyértelműen fölismert követelménye az, hogy szükségük van az idegen nyelvtudásra. Azt válaszolták egy 5-ös skálán 4,4-es átlagban megjelölve, hogy az idegen nyelv, amit tanulnak, az számára nagyon fontos, hogy elsajátítsa. Ez egy fontos célkitűzés. Hogy mégsem jutnak el oda, annak objektív akadályai vannak. És azt kell, hogy mondjam, hogy pénz van a közoktatás fejlesztésére, amennyiben megszületik az a döntés, hogy ezt a közoktatás fejlesztésére fordítsuk, és nem más célokra. A Hatos Nyelviskola és a Euroexam Nyelvvizsga Központ együttműködése már 15 éve eredményes. A Győri Szakképzési Centrum is támogatja azt a célkitűzést, hogy a diákok megfelelő nyelvtudással rendelkezzenek. Itt egy abszolút közös cél fogalmazható meg, hiszen a Győri Szakképzési Centrumnak és a nyelviskoláknak, azon belül is, ugye a Hatos és Társai Nyelviskolának is ugyanaz a célja, az, hogy a munkaerőpiacon boldogulni képes megfelelő nyelvtudással, a szakmai tudás mellett megfelelő nyelvtudással is rendelkező diákokat bocsássunk ki, és felnőtteknek is biztosítsuk a tanulási lehetőséget. Tehát a céljaink abszolút közösek, és azt gondolom, hogy ezt már a centrum megalakulásakor fel is ismertük, és azóta működünk együtt a nyelviskolával, és azt gondolom, hogy ez mindkét fél számára egy abszolút gyümölcsöző, és legelsősorban a diákok érdekeit szolgáló, és a tanulni vágyó felnőttek érdekeit szolgáló együttműködés volt. Úgyhogy hát én gratulálok a nyelviskolának ehhez az elmúlt 15 évhez. A magas színvonalú szakmai munka az eredményekben is megmutatkozott, tette hozzá Gede Eszter kancellár.
A szakképző intézményekben is egyre több diák tesz sikeres nyelvvizsgát, akár középszinten, akár ugye emelt szinten is, és az érettségi vizsgákon is jól teljesítenek, és azzal, hogy hát hiszen sokan célozzák meg a felsőoktatást, és ugye, hogy a felsőoktatásba való bejutáskor már nyilván egy alapvető cél, hogy legyen egy nyelvvizsga, hiszen ez megkönnyíti aztán később a diploma megszerzését is, és pluszpontokat is eredményezhet, ez ösztönzi is a diákokat, és ugye számos olyan projekt is volt, amiben együtt tudtunk működni a nyelviskolával. A jubileumi ünnepségen jutalmazták azokat az iskolákat, amelyek tanulói és pedagógusai kiemelkedő teljesítményt nyújtottak. Kedves nézőink, ezek voltak a nap legfontosabb hírei. Friss információkkal legközelebb péntek este 7 órakor várjuk Önöket itt a Győr Pluszon.